Mindenki számára kötelezővé tenni a védőoltást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az orvosi kamara ezzel nem ért egyet, szerintük csak bizonyos munkakörökben kellene kötelezővé tenni az oltást. Az operatív törzs viszont arról tájékoztatta híradónkat, az oltás továbbra is önkéntes, ez alól csak az egészségügyi dolgozók kivételek. De feleslegesen állnak sorba, mert aki első oltása vár Pfizer-nél, nem fogja tudni megkapni, mert nincsen már annyi. Félkilométeres sorokban várakoztak az emberek az oltópontok előtt még áprilisban. A hatalmas érdeklődést a hirtelen mindenki számára elérhető Pfizer okozta. A vakcinából azóta nincs hiány, hetente több százezer adag érkezik, csak hogy már nincs kinek beadni. A sorozatos mellébeszélésnek, a tájékoztatás hiányának, a keleti vakcinákkal kapcsolatos botrányoknak és bizonytalanságnak egyértelműen nem is lehetett más következménye, mint hogy az emberek bizalmatlansága fokozódott. Magyarország a nyáron a 17. helyre csúszott vissza az Európai Uniós átoltottsági listán. A képen is jól látszik, hogy míg az első oltásnál a 21. héten, azaz szinte a járványügyi korlátozások feloldásával egy időben, addig a második oltásnál a 27. héten kezdett rohamosan csökkenni az oltási kedv. Az orvosi kamara szerint ebben semmi meglepő nincs. Ha nem kell felvennem se a maszkot, semmit nem kell csinálnom, a védettségigazolvány se szükséges ahhoz, hogy elmenjek egy kongresszusra, akkor igazából miről beszélünk. Tehát nyilván ez nem abba az irányba hat, hogy az emberek beoltassák magukat. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a beoltottsági plafont már elértük, ezért kötelezővé kell tenni a védőoltást. Az orvosi kamara úgy látja, hogy erre csak a kritikus infrastruktúrában, a mindannyiunk életét befolyásoló munkakörökben lenne szükség. Nem úgy a beltéri maszkviselés, ami szerintük szükségszerű. Ugyanígy gondolja a Falus András is. Olyan a különbség egy már beoltott ember és egy még nem beoltott ember között, mintha valaki érintésvédelem nélkül fog meg egy elektromos vezetéket, vagy pedig szigetelt részén fogja meg a elektromos vezetéket. Az oltási hajlandóság csökkenése a Magyar Tudományos Akadémia elnökét is aggasztja. Frany Tamás a megoldást az oltási regisztráció eltörlésében, a szegény települések oltásában történő bevonásában látja. De fontosnak tartja, hogy állami támogatással mérjék az idősek antiteszt szintjét, és hogy megértsék, miért utasítják el az emberek az oltást. Kényszerítések nem vagyunk hívei. Ezt még júliusban mondta a miniszterelnök az oltások kötelező vétételével kapcsolatban. A koronavírus sajtóközpont kérdésünkre ugyanezt erősítette meg. Az oltás továbbra is önkéntes, ez alól csak az egészségügyi dolgozók kivételek. Azt nem tudtuk meg, hogy számíthat-e korlátozásokra a jövőben az, aki nem adatja be magának a vakcinát.